Itt van a nyár a virágok ideje, a virágok elkápráztatnak minket illatukkal, formájukkal, színeikkel és ízükkel, mert a konyhában is fel lehet használni őket. Timivel beszélgetek a napos oldal portán. Ő sokszor használja a virágokat a konyhában, és más reform alapanyagokat is. Timi, szia. szia! Mesélj nekem arról, hogy mi van itt most az asztalon. Próbáltam a most aktuálisan virágzó növényeket és, és a, az aktuális gyümölcsöket összeszedni, valamint damaszkuszi rózsát is, mert ennek is pont most van a, a, itt az ideje. Most van az a pár hét, mikor ez a rózsa virágzik. A damaszkuszi rózsából nyerik a, a terápiás olajat, és csak így érdekességként, hogy egy kiló illóolajhoz 5 tonna virágszírom kell. Szóval nekem ilyen elképzelhetetlen, felfoghatatlan mennyiség. Itt van egy... Egy nagyon illatos, futó a szárítmánya. Ez egy olyan rózsa, ami szinte folyamatosan virágzik egész nyáron. Ezért is szorították ki a történelmi rózsákat ezek a fajták, mert, mert a legtovább virágzó damaszkuszi rózsa, ami ott előtted is van egy, ez a rózsaszín, az maximum 6 hétig virágzik. Aha, aha. És amivel többet tud, a, az illata az, az jóval erősebb, és az aromája is. A konyhában szívesebben használom én, mert valóban érezhető a különbség. Még ezt a fajtát is lehet teába használni. használni. Igazából előtt. ezt is mondjuk egy citromfüves a keverékben nagyon jó, uh -huh. vagy fürdővízbe, uh -huh. de de aminek igazán magas élvezeti értéke van, ez a, ez a Damaszkuszi. Azt a májvát, ami előtted van, azt imádják a méhecskék dongók, uh -huh. ez egy ilyen igazi mélegelő. Van itt egy különleges sütemény, ami hát olyan, mint egy piskóta, csak éppen nem lisztből, cukorból és tojásból, hanem igen. másból készült az alapja, ugye? Igen, igen. Nagyon érdekel, hogy így a környezetünkben megtermelhető növényeket hogy tudom minél színesebben felhasználni és egészségesebben, és ez egy olyan piskóta ami Amibe a lisztet és a cukrot kiváltottam. A lisztet a, a földi mandulának az őrleményével, amiről később még mesélnék, mert egy fantasztikus növény. A, a cukrot, az igen? igen, a cukrot pedig a, a faepernek a szárítmányával, ez így néz ki. Nagyon édes egyébként. Hogy szárítottad meg a faepert? Ezt nagyon könnyű megszárítani, asszalni. Igazából vannak ilyen szárító-asszaló kereteink, és és a napra kirakjuk, és elég hamar meg a Igen, szóval ezt jó is időben. És a, és a megszárított faepret leőröltem, és akkor azt. A cukrot ezzel pótoltam ki. A fairpret egyébként is elhanyagoljuk, meg általában látjuk, hogy ott a, a fa alatt végzi, mert nem tudunk vele mit kezdeni. De igazából egy nagyon-nagyon értékes gyümölcs a népgyógyászatban is használták már, úgyhogy rengeteg vitamin tartalmaz, meg fehérjét is nem véletlen. A levelét is egyébként meg lehet tenni, nem véletlenül szerették a sejemehányók is annyira, meg szeretik hogy egy gazdag fehérje forrás, és számtalan vitamin, magnézium, kálcium is van benne, úgyhogy érdemes minél többet fogyasztani és asszalni. És akkor a másik, a liszt helyett pedig ez a nagyon érdekes földi mandula. Földi mandula. Ez egy szuper ugye? Igen, mondhatni, hogy szuper élelmiszer, mert az usa pont pár éve végeztek egy ilyen, egy kutatás kapcsán így rangsorolták a, a különböző élelmiszereket, és a hét egészségesebb élelmiszerbe bekerült. És ez megtermeszthető nálunk? És, is. és főleg most, hogy hogy ugye megváltozott éghajlati viszonyok kapcsán, hogy a dió se úgy terem mm. mindig, mondjuk más a tápanyag értéke, de mindenképpen egy olyan fontos élelmiszer szerintem, amivel érdemes foglalkoznunk, mm -hmm. és jól megtermeszthető nálunk mm -hmm. is. Igazából a homokos Talajon érzi legjobban magát, de de itt nálunk a lazább, ami nem olyan kötött talaj, a lazább földbe is jól tenem, szereti a a vizet, uh -huh, uh -huh. és ezért érdemes többször locsolni. Uh -huh. És még egy valami eszembe jutott róla, hogy a szuper élelmiszer kapcsán, hogy, hogy Egyiptomig nyúlik vissza ennek a növénynek az eredete, hogy nagyon régi kultúrnövény, és ott a piramisok építése kapcsán a rabszolgákkal ezt etették, mert ki volt mutatva, hogy igazából, hogy már pár gram fedezi a szükséges napi bevitelt. Jelentéktelennek tűnő kis növény, egy fűféle, és a gyökerei között hozza ezeket a kis gumókat. Mm -hmm. A és kinyerése. Terem, és igazából azt lehet mondani, hogy ezen a területen, amit láttok, a családnak, a, ami, amire szükségünk van, annyi megterem. Nyár végére egészen meg, egy körülbelül ilyen magasságú lesz, és egy, egy olyan terebélyes, sásszerű. Mm -hmm. És akkor ki kell így borítani? És vagy? akkor igen, 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 fel kell szedni, és akkor aki gyökerek között van, van a, a, a gumó. És akkor összeállt, ugye, ez a költemény. Igen. Mesélj még arról, hogy milyen sávok vannak. Az első, hogy ha felőled indulunk, az a mormájva. E, igazából nagy papsajt, uh -huh. amit gyerekkorunkból is ismerünk és ennek a virága, hát ennek is számtalan jó hatása van, a méhek is nagyon szeretik, nagyon jó mélegelő, és ezen kívül a, a, a növénynek a levele is használható ként, ha. szárítmányként is. Az a búzavirág, ami szintén nagyon ízletes, én nagyon szeretem, olyan édeskés íze van, és salátákhoz, süteményekhez felhasználható, akkor a fehér faeper, a másik, a, a középső csik az a körönvirág, ami egy kicsit azért olyan erőteljesebb íztad, uh -huh. és ott van még a ez egy m, rózsának, a, ez nem damaszkuszi, de egy, egy régi rózsafajtának a szírma, ami nagyon erőteljes ízű meg illatú, és akkor a, a vadszamóc, ami szintén most ö, érik, és a levele is nagyon jól gyűjthető nagyon ilyenkor, alapocska. és a borágó, aminek szintén van egy ilyen nagyon, nagyon finom... Íze. Látom, hogy italt is készítesz. Igen, Erről igen. mondaná egy pár szót, hogy ebben mi került, meg mi ez? Igen, hát ez, ez most igazából egy ilyen virágvíznek mondható, de annyi, hogy beáztattam reggel a, a rózsaszirmokat a vízbe, és így pár óra után nagyon kellemes aromát ad neki, ez az illatosabb damaszkuszi rózsa, és abból a fehér rózsából is van benne, és az, annak van egy erőteljes illata és, De hogyha én ember raktam volna most egy kis mézet és akkor hagyom még pár napig így fermentálódni, akkor meg egy nagyon finom olyan virágpesgő, mm -hmm. <laughs> egy olyan habzó ital lesz belőle, ami szintén nagyon ízletes. És ha fermentálásról volt szó, akkor még ezt szeretném megmutatni. Ez nem olyan jó kinézetű, de viszont annál finomabb dolog. Ez a leőrölt földi mandula beáztatva vízbe, és beoltottam egy kanál joghurttal. És ez Aha. olyan, mint a mandula joghurt, vagy nem tudom minek neveznem, egy olyan nagyon finom édes ízt kapunk. Akkor. És igazából, ha ez még pár napig hagyom, ez fermentálódik, és, és az édeskésből egy olyan savanykásabb ízt kapunk, de, de hát mi nagyon szeretjük. Köszönöm, Timi, hogy meséltél nekem a virágkonyháról és ti pedig kísérletezzetek bátran ezekkel a szép alapanyagokkal, vagy akár termesztetek földi mandulát. <Szül>